Ezek a felvételek a tavalyi kavalkádon készültek, a jó hangulatról akkor is gondoskodtak a fellépők. Botos József, az Alba Régia Táncegyesület elnöke szerint az idei is különleges lesz, már csak a fellépők miatt is. Az Európa Díja Népművészetért kitüntetett Cseh Javornik táncegyüttes, aki már volt nálunk, már egyszer bizonyított, 13 éve volt nálunk egyébként, román-görög együttesek, kazasztáni együttes, kolumbia együttes, azt gondolom ezek mind-mind kitűnők lesz. Nagyon meg fogja szeretni őket a közönség, bízom benne. Úgy gondolom, hogy idén is egy nagyon színvonalas rendezvény elé nézünk. A fesztivál központja idén is a Malom utcai táncház lesz, a nagy színpad pedig a Városház téren lesz, amit ezúttal a Fő utca rekonstrukciója miatt kiskerülővel lehet majd megközelíteni. Egyeztetve más szervekkel mindenfajta nehézséget meg fogunk tudni oldani. Ahogy már említettük, hogy várhatóan a körülményektől adódóan várhatóan a felvonulás meg a Várkörúton lesz, kerül megrendezése, minden más pedig az eredeti helyszíneken lesznek megtartva. A folklor tünet felismeri. Majoros Róbert, a Táncegyesület egyik művészeti vezetője elárulta, hogy a királyi napok előtt Spanyolországban vendégszerepel az együttes, így ott módjuk lesz gyakorolni. Minden esetre ez a rendezvény több szempontból is az év csúcspontja. Nyilván ez egy kicsit más nekünk, azon kívül, hogy megvan a szórakozása, illetve a bulizásra nekünk is a lehetőség, de azért itt kőkemény munkáról van szó. Ha pedig a kilenc kultúra nem lenne elég, a fesztivál fényét a nyitó rendezvényen fellépő Csík zenekar emelheti.